Levéltár először van a könyvhéten, viszont az emberek fantáziáját azért mindig megmozgatja, hogyha azt hallják, hogy levéltár, hiszen legtöbb esetben igazából a kutatók, akik igénybe veszik a szolgáltatásait. Mivel jelentkezik a levéltár egy könyvhéten? Azért jelentkeztünk a könyvhétre, megirigyeltük kicsit a velünk egy épületben lévő könyvtárosokat, hogy milyen szép sok programjuk van. Másrészt pedig a levéltárnak jelenlétét szeretném megerősíteni, mert egyrészt jönnek a kutatónk hozzák valóban, másrészt pedig jönnek az emberek, akik nyugdíj előtt szeretnének bizonyítványt, igazolást, tehát más dolgokat, tudják, hogy létezünk. Semmiatt egyrészt készültünk könyvbemutatókkal. Ezek olyan kötetek, amelyeket vagy levéltáros kollégák írtak, például Urbancsok Zsolt, makói levéltár vezetőnket tudom kiemelni, aki a holokauszt gyermekeiről fog előadást tartani, illetve bemutatja egyben a könyvét. Másrészt pedig olyanok, akik a mi levéltárunkba kutattak, és a kutatás eredményt teszik közzé. Erre például Bartáné Bogai Ildikó, ő az édesapjáról írt egy kötetet, arra a személyre, aki tápén volt orvos, ismert több híres ember, például Móra Ferencnek jó kapcsolatot ápolt, később pedig társadalmi szerepet vállalt Horthy korszakban, Frontharcos mozgalomban és máshol. És a 40-es években ezért a háború után meghurcolták a népbíróságon, megpróbálták őt bebörtönözni, és végül mellőzötté vált, el is kellett hagynia a települést. Tehát ezek a típusok, amikből bemutatunk, és minden délután 4:30-tól készülünk ilyen programokkal. Először szerdán készülünk, tehát egy nappal a könyvhét megnyitója 12-én, aztán pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn időrendi sorrendben, tehát elindulunk a reformációtól, a 18. századtól vannak ebbe források, és befejezzük Makó 1956-jával hétfőn. Ugyanakkor az épületben is vannak érdekességek, mi várja a látogatókat? Pénteken 2 órától van egy raktárséta, látogatás, amikor megnézhetik azt, hogy milyen körülmények között dolgozunk, és milyen iratokat tárolunk. Megmutatunk érdekes dokumentumokat, mondok pár példát, például Sziszinek a levelét meg lehet nézni, vagy meg lehet nézni különböző ritka dokumentumokat, akár főispáni dokumentumok, akár marhalevektől kezdve sok minden, amit nem is gondolnánk, hogy itt lennének. Másrészt pedig szombat-vasárnap ki is lépünk a levéltár épületéből, és lesznek programjaink a Dugonis téren. Itt egy kis várostörténeti vetélkedő játék lesz, talán még csillámtetkó is.